A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, tombol a nyár, itt a hőguta, hogy klasszikusokat idézzek, ezzel együtt a sport szezon javában tart, pedig éppen vége az olimpiának, de hát a különböző bajnokságokban a csapatok akár a legmagasabb szinteken is most már versenyben vannak, legalábbis labdarúgásban mindenképpen, hiszen sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a nemzetközi szereplés már véget is ért, ugye a fehérvári csapata, a Fehérvár FC számára, de ez azt jelenti, hogy már ott is menni kellett ugye két kört, illetve játszani mérkőzéseket, közben a bajnokság is elkezdődött. Ez a legmagasabb szint, de lassan majd talán az alsóbb osztályú csapatok is bekapcsolódnak, legyen akármilyen meleg. Most egy olyan egyesületről fogunk beszélgetni, amely a fehérvári futball szintén a zászlajára tűzte, és most már évek óta képviseli, ha nem is az országos legmagasabb bajnokságok szintjén, de egy nagyon széles alapon fiatalokkal, gyerekekkel is foglalkozva, és azért MB-s bajnokságban is. Ez pedig ugye a Videóton Baráti Kör Egyesület, amelynek vezetője, elnöke Juhász László, akit sok szeretettel köszöntök itt a Bajnokok Városa stúdiójába. Ezúttal nem a kezdőkörben, ahova majd szintén számítunk azért rád a nem sokára folytatódó szezonban. Szóval először is arról, hogy a Baráti Kör Egyesület, amelynek ugye a csapatai játszanak a különböző korosztályokat tekintve különböző országos bajnokságokban, most hogy áll a felkészülése? Nektek egyáltalán hogy van a szezonnak a naptára? Hát gyakorlatilag ugye megbonthatjuk, hogy van a gyerekek, tehát a általános iskolás korig mondom Bozsik korosztály, ugye aki a fociba járt, az tudja, hogy a Bozsik korosztály, tehát U13-ig beszélve, U7, U9, 11, 13, 5 évestől a 13 éves korig. Őnekik gyakorlatilag az iskola végéig tart a szezonunk, illetve azonnal kezdtük a nyári táborokat, de esetleg a később egy másik kérdésed lesz erre, akkor arról beszélek bővebben, mert utána gyakorlatilag nekünk az egész júliusunk, tehát 4 turnust lenyomtunk a táborról, még a többi korosztálynak nagyjából a június eleje közepéig ment, ahogy a bajnokságok leálltak, utána hiába akarjuk motiválni a fiatalokat, már nehezebben járnak az edzésre, meg az iskolazárások vannak, stb. És gyakorlatilag ugye a június vége, azt mondhatjuk, azzal együtt mindenki leállt. A július volt az abszolút szület, és most már a legkisebbek, az U7 és az U9 kivétel, az összes korosztályunk edz, hiszen a felnőtt csapatunk az a megye 2-be idézkedik amúgy, ott már elindult a bajnokság is, és a többieknél később fog indulni. Összesen 9 korosztályt szerepeltetünk, tehát az U7-től az összes palettánk megvan, ami megyei szinten itt Fehérvár megyében lehet, illetve az öreg fiúkkal zárul a sor, ami most úgy újdonság, hogy most már ott is a harmadik vagy negyedik szezonunkat kezdjük, lassan már én sem tudom. Mindez mutatja, hogy valóban ugye egyrészt, hogy minden korosztályt lefettek, másrészt, hogy egy elég széles alapokon tud működni az egyesület. Hányan sportolnak most körülbelül a Videóton Baráti Kör Egyesületben? Egy futballszezonban, mi mindig az ősztavaszt értjük rajta, ugye körülbelül 200 sportolónk van, néha mobilis a gyerekek miatt, ugye 7-9-11-ben sokan elkezdik, esetleg is elmegy a kedvük, vagy valakik elkezdenek más sportágot, vagy nem kezdik, és később csatlakoznak be. Tehát egy bajnoki szezonban most már hosszú évek óta mondhatjuk, hogy 200 sportolót mindig foglalkoztatunk egy adott évadon belül, és versenyeztetünk. És a legfontosabb hitvallásunk, én 18 éve ezelőtt, amikor megalakítottam a labdarúgó szakosztályt 2006-ban, igen, hogy a Videóton szeretetét tápláljuk. Ennyiben különbözünk az összes többi amatőrebb labdarúgó klubtól, itt Székesfehérváron, vagy amatőr klubtól, vagy Fehérvár megyébe, hogy mi vagyunk az egyetlen speciális olyan klub, aki picit arra is akarja nevelni a gyerekeket, hogy a Videóton futballklub szeretetére, amit ma a Fehérvár FC-nek hívunk, ugye? És ez a dizájnba, a ruházatba, a sportfelszerelésbe, illetve a programokba is megnyilvánul, főleg a nyári táborunk tekintetében, arról akkor külön beszélünk majd, és mindenképp fontosnak tartom. És az lenne jó, hogy ezt a klub is jobban átérezné, mert hogy őszintének kell lennünk, mindig küzdünk a klubbal. Tehát ott jönnek, mennek az emberek, és kapunk segítséget tőlük, van együttműködés, egyszer gyengébb, egyszer erősebb, de azt gondolom a mai napig igazán nem értik, hogy amit mi csinálunk munkát, hogy ez nekik hozza, az ő magukra hajtja a vizet. Milyen
segítség, vagy milyen együttműködés lenne ideális a te elképzelésed szerint? Tehát mi az, amit mondjuk azt gondolod, hogy tényleg komoly nagy áldozatvállalás nélkül is megtehetne a klub, vagy mi az, amiben várnátok tőlük esetleg segítséget? Egyértelműen egy mondatban a legerősebb, hogyha erkölcsi elismerése sokkal nagyobb lenne, hogy az a munkát, amit végzünk, az igazából értük szól. És nekik 0 forintjukba kerül jelenleg ez. Aztán egy kicsit tovább bontanánk, én azt gondolom, hogy egy ilyen NB1-es klubnak a költségvetését tekintve, és a nálunk folyó év, most már több évtizedes munkát mondhatunk, szerintem nem állna ördögtől távol az sem, hogyha esetleg anyagilag is egy kicsit segítséget kaphatnánk, hiszen akkor mi is tudnánk még komolyabban az edzőkkel, még komolyabban a gyerekek felkészülésével foglalkozni, hiszen ugye ez a varázsszó, a tau-tau mindenki ezzel van. Ez most nem menjünk bele a részletekbe, de ez nem egy csoda, ha nem lenne, akkor nagyon nagy bajban lenne. Nem csak mi, hanem az összes látvány sportág, és mindig zárójelbe zárva a további 30 sportág is, hiszen rengeteg sportág kapta ott így, vagy úgy, és mindig csak általában a kirakatba a focit szokták hozni. Tehát én azt gondolom, hogy a minőségit előre tudjunk lépni, vagy mi is tudjunk menni, az ez lenne. Inkább ezt is arra fordítanánk, hogy a tömegbázis szélesítsük még. Hiszen most jelenleg az infrastruktúrák tekintetében is mi vagyunk az egyetlen csapat szinte szerintem egész Fehérvárban, akinek nincsen saját otthona, sőt, biztos vagyok benne, akinek nincs saját otthona, és ez azért mindenképp hátráltatja munkánkat, és még több szélesebb réteget be tudnánk mi is vonni a saját kereteinken belül, de ehhez kéne infrastruktúra és további edző. És jelenleg, vagy hát tudom, hogy korábban úgy volt, hogy azért a sóstói edzőpályát használhattátok, tehát ilyen szinten akkor azért van együttműködés. Ilyen szinten a mai napig megvan, tehát heti 4-szer egy órát tudunk használni, viszont mérkőzést eddig az elmúlt években, mióta a régi stadiont lebontották, nem tudtunk játszani. Rendszerint a Phoenixnek a pályáját szoktuk használni, de voltak hazai mérkőzésünk már Magyaralmáson, Iszka-Szentgyörgyön, most éppen Szolottyánnal tárgyalunk, hogy a 8 korosztálynak azért, ha bozsikosokat leveszem, akkor is van még 5 korosztályunk, bocsánat, vagy igen, jól mondom. Tehát azért a kapacitásunk az nem véges, és ha azt hiszem, hogy így 200 gyereket tudunk foglalkoztatni, egy picit nagyobb segítséget kaphatnánk akár a klubtól is, én azt gondolom dupla ennyi gyereket is tudnánk foglalkoztatni, és azért tartom ezt hangsúlyosan fontosnak, mert akár politikai, kormányzat és egyéb szinteken mindenki szeret beszélni a tömegsportról. Aztán amikor a valósághoz odaérünk, akkor ez úgy valahogy eltűnik, és mindig az élsport marad a kirakatba, és gyakorlatilag a tömegsport szintjén, a tömegbázis szélesítésben is, már a mi esetünkben is előfordul az, pedig mi egy viszonylag fiatalabb drogok vagyunk, én azt mondom, hogy a prioritás egyértelműen logikusan Fehérvár, aztán van egy Phoenix, meg egy Maros, egy Fehérváron, vagyunk mi, meg még vannak mindig új kezdeményezések, de most nem menjünk bele, szerintem ez a 4 meghatározó mi vagyunk Fehérváron, és nagyon fontosnak tartanám azt, hogy azok a gyerekek, akiket már lassan nekünk is el kell tanácsolni, mert bocsánat, de ügyetlenek, tehát még a megyei szinthez is ügyetlenek, hátráltatják a többiek munkáit, azokat már lassan mi is ott vagyunk, hogy el kell küldenünk, pedig mi foglalkoztatjuk ezeket a gyerekeket. Tehát Maros-Sejt, Phoenixen ott nincsenek ilyen gyerekek. És pedig aki bocsánat, szereti, abból lesz a szurkoló. Igen, nyugodtan így el egyébként közben, hogyha esetleg valóan kicsit rákugrik ez. Szóval ezt akartam kérdezni, hogy akkor valójában a Videoton Baráti Kör Egyesület az hol határozza meg magát, mert említettél itt klubokat, például a Phoenix. A Phoenixről azért most már ugye, országosan tudjuk, hogy egy olyan utánpótlás nevelő műhely, ahol profi labdarúgókat képeznek abban az értelemben, hogy azt az alapot kapják meg, amivel aztán feljebb léphetnek, és akár profi karriert kezdhetnek. Tehát jó lehet, nincsen NB-s csapatuk, de ez most már NB3 fel. Most már igen, most már van, de alapvetően egy utánpótlás nevelő műhely. A Videóta Baráti Kör az mi? Az valójában egy tömegsport egyesület, egy hobbi egyesület, vagy nektek is vannak, vagy voltak, vagy lennétek ilyen ambícióitok, hogy mondjuk profi edzők tehetségeket fedezzenek fel, adjanak tovább. Tudjuk, hogy a nevelő egyesületek, hát Magyarországon sajnos elég ritkán, de ha néha egy-egy gyémántot találnak, akkor akár évtized múlva is ugye bevételt szerezhetnek abból, hogy mondjuk már egy profi ligában játszik. Tehát a baráti körnek mi a valódi identitása? Köszönöm szépen a kérdést, mert nagyon jó kérdés, és örülök, hogy erről beszélhetek. Mivel az előbb mondtam, hogy a Videóton futballklub szeretetéért jöttünk létre, ezt a mai napig ezt tartom, de ugye most már mi, régen a Videóton Baráti Kör egy szurkolói érdekképviselő szerv volt. Ma már nem, ma már egyetlen sportegyesület vagyunk, és azon belül pedig csúnyán fogalmazva tudjuk, hol a helyünk. Tehát mi nem törünk NB-s papírokra semmiképp. Azt gondolom, hogy a felnőtt csapat tekintetében, hogy a megye 1-be, vagy a megye 2-be szerepel, vagy ne agyis, egyszer kijön egy jó korosztály, a megye 1, megye 2, megye 3 között, hogy hol vagyunk, szinte mindegy. Persze örülsz, hogyha minél feljebb vagy, de alapvetően nem ez a valódi cél. Viszont
akár az utánpótlás szinten is, egyértelműen mondhatom azt, hogy a munkát, az edzésmunkát és az edzésmennyiséget ugyanazt a profizmust kell adnunk, mint mondjuk akár egy megye egyes vagy egybejáramos csapatnak az utánpótlása, vagy akár a Fejre célbe, hiszen az a célunk, hogy a gyerekeket, a tehetség más, ugye? Tehát a tehetségesebb gyerekek ugye följebb vannak, de az alacsonyabb osztály is van olyan korosztályunk, ahol heti 4, de az a lapsztenderlánk a heti 3 edzés megtartása, plusz a hétvégi tornák meccsek, tehát azt gondolom, hogy ez egy mindenképp egy jó szint, és a munkaminőségének azok... annak kell lenni, mint egy NB-s klubnál. Ez így van. Alapvetően azok mennek hozzátok focizni, akik megpróbálták kicsit feljebb, vagy a Phoenixnél, vagy a Maroshegynél, vagy adott esetben a Fehérvárnál, nem fértek be, nem ütötték meg a szintet, vagy pedig olyanok, akik most kezdik, és azt mondják, hogy hát nézzétek meg, hogy mennyire tehetségesek, és ha ilyen gyerek van, akkor azt följebb tudjátok-e utána küldeni? Igen, most már teljesen vegyes a képlet. Biztos, hogy volt annak, aki hozta hozzánk, mert ugye a vidi név miatt, a vidi közötődés miatt, meg van, aki csak véletlenül talál meg minket, illetve van, igen, aki magasabb szintről jön lejjebb esetleg, mert ilyen is van, hiszen a Phoenixből, Maroshegyből is jöttek át hozzánk, vagy volt vidis gyerekek is jöttek át hozzánk, viszont az előző kérdéseddel is összefüggésbe mi arra roppant büszkék vagyunk, tehát nem csapat szinten akarunk följebb menni, tehát azt mondjuk, mi tudjuk a helyünket, a megyei szinten vagyunk, viszont ha van tehetséges gyerekünk, mi nagyon boldogok vagyunk és örömünkre szolgál az, ha feljebb tudunk adni játékost. De mi, hogy ugye eleve a mi szintünk az, ahogy mondtuk, a Vidi és a Phoenix után van egyértelműen, ezért ebből azért a jobb játékosok eleve ott vannak, vagy hamar kerülnek oda, viszont hála Isten nagyon jó a szakmai együttműködésünk, azért a Vidi utánpótlása, vagy a Phoenix-e is nagyon sokat egyeztett a testvérem, a szakmai vezető inkább ezekbe a dolgokba, ő a szakmai dolgokat ő szoktak kezelni, és hogyha azt látjuk, hogy esetlegesen szeretnének valakit szerepeltetni ők mondjuk náluk majd, esetleg akkor játszik nálunk a hétvégén még a gyerek, tehát az igazolását nálunk tartjuk, de mondjuk volt arra példa, hogy megy a Vidi beedzésre. És akár fél év vagy egy év így, és hogyha úgy látják, megütik a szintet, akkor viszik el, hogy minél tovább nálunk maradjon. Erre volt már példa akkor? Volt már példa, és ebbe az évadban, az elmúlt évadban is, hát most a pontos számot nem tudom, de egy kezemen tudom kb. Megszámolni, hogy azért Videótonnak is adtunk át játékost, a Phoenixnek is, és most körülbelül egy tucatnyi ment át a Maroshegyre. Tehát az elmúlt egy évben durván azt mondhatom, hogy 20 játékost adtunk át nálunk magasabb osztályú egyesületnek. A problémám mindig az, hogy utána nekünk mindig föl kell tölteni. Idén volt egy jó együttműködés abba tekintetben a Vidivel, hogy a legkisebb korosztályban az U7-ben nagyon túl zsúfoltság volt náluk, és kaptunk 7-8 kis gyermeket, akivel elkezdtünk foglalkozni, tehát ez, akik ott náluk ugye nem kerültek volna ebbe a bozsik rendszerükbe, így náluk is az edzésre is kevesebb lehetőség lett volna, és akkor edzettük mi is, és akkor mi tudjuk őket versenyeztetni. Tehát most már ilyen oda-vissza mindenféle példára volt szó, csak ezek még mindig nem professzionálisan vannak ezek a megállapodások, hanem mindig inkább ilyen ad-hoc jellegű egy picit, ezt fájlalom, illetve hát lánykákat az összeset mindig a videót annak adjuk föl, mert a női foci véget ugye minden lánykát beszippant a Vidi. Ott még mindenkire szükség van. Jó, beszéljünk akkor ezekről a nyári táborokról, konkrétan lehet az ideiről is, de ennek ugye most már több éves hagyománya van, és nyilván ez sem csak arról szól, hogy hát nyáron mindenki tábor szervez, tényleg nagyon sokféle sportágban és egyéb tevékenységi körben vannak táborok. Nálatok ez mindig tematikus, azon kívül persze gondolom, hogy sokat fociznak a gyerekek. Itt is tudjátok a Vidi kötődést erősíteni? Hát egyértelmű, hiszen tavaly egy óriási meglepetésre, hiszen a város tulajdona, hát én csak Sóstai stadionnak hívom, tehát a stadion. Hát most az hivatalosan. Igen, a városnak a stadionja, ugye, tehát a városnak kellett egy engedélyeztetése, és először megkerestem úgymond hivatalosan, mint baráti kör a városházát, hogy én ott szeretnék nyári tábor tartani a stadionban. Hát nem értették, hogy mi, hiszen ilyen különálló helyiségek annyira nagyon nincsenek, fenn a VIP helyiség van, de az nagy tág, stb. Hogy stadionba, hogy nem értették, hogy most én a gyepre akarok menni, vagy benne a VIP-be, vagy hova akarom vinni. Nem. Mi, hogy fedett a lelátó, nyár van Magyarországon, azért júniusban nem nagyon szoktak olyan hidegek lenni, hogy baj lenne. Szélvédettek vagyunk, eső nem esik be,
csodálatos helyszín, és a lelátó alatt, a stadionon belül, a kerengőn, úgy mondanám, a kerengőn belül van a táborunk, és tehát maga a helyszín szerintem fantasztikus egy focitábornak, egy focistadion, és ráadásul olyan gyerekeknek is szólhat, ugye, akik gyakorlatilag nem járnak a stadionban, mint focisták, hiszen más klubnál vannak, és annyira, tavaly annyira bejött ez a stadionos történet, hogy előtte se volt rossz a létszám, hogy megduplázódott a tavalyi táborunknak a létszáma, a táborosztatottaknak a létszáma, hiszen 4 turnusban idén 350 gyereket táboroztattunk, úgyhogy hatalmas feladat és munka volt, és ugye azon kívül, hogy stadion belül vagyunk, van az a szerencsés helyzet is, amikor már elindul a Vidinek, a Nagy Vidinek a felkészülés, és találkozhatnak a gyerekekkel közvetlenül az edzés után, előtt, amikor ott sétálnak a nagycsapat játékosai, de természetesen a Vidivel együttműködve kapunk direktbe minden turnusba egy-két játékost ilyen, akik oda jönnek és a gyerekekkel közvetlenül találkoznak, plusz a Vidi Múzeumot is meglátjuk, és stadion túra, tehát ez mindig alap. És hol fociztak? A stadionon belül a műfős pályán. Mm-hmm. Igen, igen. Hát akkor itt tényleg valóban már csak a helyszín miatt is megvan a kötődés. Mennyire jellemző egyébként a gyerekeitekre, tehát mondjuk akár a legkisebbekre, vagy a fiatalabb korosztályokra, hogy meccsre járót, vagy a Vidi iránt nem csak szóban elkötelezett embereket sikerül nevelni belőlük? Hajszá pontosan tudom mondani, hiszen minden mérkőzés rajtunk keresztül is mennek át jegyek. Tehát vannak, akinek megvan a saját baráti társága, nálunk is a szülőknek, vagy stb. Azok ugye mennek oda, és vannak, akik gyakorlatilag vállalják azt, hogy a mi közvetítésünkkel veszik a mérkőzés jegyeket, és például pont a tegnapi mérkőzésre 110 jegyet igényeltünk, ugye a gyerekek és a szülőkkel együtt értem, de átlagosan olyan 150 per meccs, amit mi kiviszünk a stadionba szervezetten, tehát volt olyan meccs, ahol 200-an volt, de 100 alatt már sose vagyunk, tehát átlagosan 150-et minden meccsen mi. És ezt hozzáteszem, nem az összes létszám, mert van, akinek saját bérlete van, vagy saját fix szülőhelye van, és akkor ők mennek oda. És ez is egy nagyon jó dolog, hiszen a egy szektoron belül vagyunk, az RBD szektor mellett természetesen, miért ne? Hogy egy kicsit a gyerekek érezzék ezt a feelinget, úgyhogy a gyerekek azt hiszem nevelődnek, és hogyha már kérdezted, akkor a hagyomány az, hogy minden turnusunkat úgy zárunk le, tavaly is, meg idén is úgy zártunk le, korábban is, csak most megtehetjük azt, hogy a hétközben kijönnek az RBD ultrái, tanítják a gyerekeinket énekelni, dobolni, zászlók, minden, mindenki átérzi ezt a feelinget, és hol máshol? Az RBD szektorban megy a tanulás, és amikor lezárjuk a tábort, ugye minden kisgyereknek adunk egy kis ajándékot, ez pénteken 3:30-kor, mikor jönnek itt a szülők, bemegyünk az RBD szektorba, beállnak, mint az RBD a gyerekeink, a szülők meg alul nézik, és a gyerekek előadják, amit tanultak hétközben, úgyhogy tényleg minden tekintetben ezt neveljük a gyerekekbe. Ja, és bocsánat, azt elfelejtettem mondani, több Vidi, tehát Fehérvár FC-s gyerekünk, Maroshegyi és Főnixes gyerekünk is van a táborban. Hát tényleg csak a nagyon kezdők kedvéért mondom, gyors talpalóként, hogy az RBD ugye a Red Bull Devils a Vidi legnagyobb szurkolói csoportja, amely minden mérkőzésen ott szurkol a kapu mögött, akkor ezek szerint nem csak a csapatnak, hanem nekik is jó utánpótlást neveltek. Jó, hát nincs olyan sok időnk, adásidőnk, és mindenképpen szeretném, ha azért a csapatról is beszélnénk egy kicsit, hiszen itt benne vagyunk a szezonban. Zárszóként annyit, hogy már ami a gyerekeket, az egyesületet illeti, hogy tudnak titeket megtalálni, és mennyire folyamatos a jelentkezés ilyenkor, vagy elkezdődött a szezon, és akkor már csak jövőre lehet. Nem, nálunk folyamatosan lehet. Köszönöm, ez is nagyon jó kérdés. Rutin és a tapasztalat, ha a Horog doktor itt lenne, akkor mondnánk, hogy megszertő tanulunk. És folyamatosan lehet. Azt gondolom, a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy a Videoton BK Facebook oldalon keresztül egy üzenet és akkor igen, vagy pedig videotonbk@gmail.com, tehát ezt legkönnyebb megjegyezni, vagy pedig rám ír valaki teljesen mindegy, akkor továbbítom megfelelő edzőfele, tehát folyamatosan lehet jönni. Igen, sőt, főleg a legkisebbnek, a 7-9 éveseknél, most még mondtam, nem is indultak az edzések, igazán most kezdjük el őket keresni, hiszen ahogy indul az iskola, nekik nagyjából ugye augusztus vége, szeptember, amikor el tudjuk kezdeni. Na és tegnap kint voltál a mérkőzésen, gondolom, hát azért, ha már itthon voltál, akkor mindenképpen. Hát a ciprusi meccsre értem haza tegnap, a tegnapi meccsre. Ja igen, láttam a közösségi médiában, hogy kicsit megnyújtottad a ciprusi nyaralást, azért szerintem ezért olyan nagyon nem sajnáltak sokan, nem, hogy pont Cipruson kellett plusz 2 napot vesztegelned. Igen, hát játszhattunk volna, nem tudom, megint Azerbajdzsánban, az nem lett volna annyira jó. És ha már zöldbe vagy, bocsánat, ha zöldbe vagy, akkor a Zomonia szurkolókkal jöttünk egy repülőn hazafele, tehát ez is egy ilyen érdekesség. Ezt nem tőlük kaptam, saját ruhatár, de már sajnálom. Szóval
Nekem egy kicsit, most így átmegyünk kezdőkörbe, ugye a másik műsorunkkal ki szoktuk beszélni a történéseket, és majd nyilván lesz is rá még rengeteg alkalom. Minden esetre ugye elkezdődött a szezon, nyilván ott vagy, meg ott vagytok minden mérkőzésen. A kérdés, hogy mennyire él a bizalom jelenleg a csapat iránt, az talán még egy kicsit korai, mert ennél azért nagyobb, meg nehezebb helyzetekben is előkerült, meg kinyilvánítottátok, hogy igen. Én mindesetre azt érzem, hogy ha valamikor, akkor most azért nagyon, nagyon rá fog férni a csapatra a szurkolói támogatás, mert azzal együtt, hogy a Videótont, vagy hát Fehérvár FC-t még mindig nem úgy tartják számon, mint egy ilyen nagyon nehéz helyzetben lévő magyar csapatot, de hát nekem úgy tűnik, hogy akár a gazdálkodását, akár a megfontolt játékos politikáját, akár bármiféle identitást tekintve vannak klubok, amelyek előttünk járnak jelen pillanatban. A kérdés, hogy majd a pályán ebből mi látszódik. A bizalom szerintem az RBD részéről az látható, hogy teljesen maximális. Én személyesen is ugye ezt a véleményt osztom. A közösségi portál kommentjét megnézve nem mindenki osztja ezt a véleményt, ezt hát látható. Fiának, de hát az ilyen ezer arcú sárkány a szurkoló. Én azt gondolom, hogy ha egy futballmérkőzést nézel, akkor a tegnapi mérkőzésre is panaszt nem lehetett, főleg a második fél időre. Az első fél időre nem látunk a helyünket. Hát az elsőre és volt a vezetőedző részéről is elég komoly, igen, panasz. És így van, tehát az edző is panaszkodott, meg a bizonyos esetben a hozzáállás, de a két meccset, ha most a két ciprusi meccset nézem, ott kint Cipruson is úgy indult egy 20 percig, azt hittem, hogy megszólnak minket 5 góllal, se tudtuk, hogy hol vagyunk. Utána meg már szinte már fájt, hogy kaptunk egy gólt, hiszen az meg olyan kicsit szerencsétlenek tűnt, de Tóth Balázs ott is ki, ugye, kivédte a szemünket, de ott is belejöttünk a meccsbe. A tegnap, meg a második fél idő egyértelmű igaz. És ugye, amikor ilyen kommentet is olvastam, hogy nem passzolni se tudunk, hát nézzük meg a ciprusiakat. Én megnéztem a meccslapot, egy pár érdekes dolgot lehet, hogy picit tédek fejből mondom. Egyrészt a ciprusi mérkőzés, a kintit adtam össze, a ciprusi kezdőcsapatba, ha összeadtam, hogy hány EL és BL meccse volt a kezdőcsapatuknak, az 86 meccs volt, a Vidinél ez 12 volt. Tehát a meccs után 8 óra a nemzetközi. A tegnapi hazai mérkőzésen a labdabirtoklás 55 volt ugye az Omonia-Javára, 45 a Vidinek, illetve egy nagyon fontos szám volt, hogy 86% volt a passz pontosság a Ciprusnál, 84 a Vidinél. Tehát ez majdnem azonos. Kapura lövések 16 Ciprus, 15 Vidi. Ami az érdekesség, hogy ebből a kaput eltaláló lövés volt 10 Ciprus és 2 Vidi. Na, itt volt a baj, mert az, aki látta a második félidőt, szerintem ott a második félidő közepén az egyet valahogy begyötörtünk volna, még az is lehet, hogy megjött volna a második. Hát igen, ez egy mérkőzés volt, és egyébként szerintem a reális erőviszonyok alapján nem is volt elvárható ettől a megfiatalított Viditől, hogy feltétlenül tovább jusson, ráadásul lett tényleg rutinosabb csapatok is estek ki. Engem valóban az érdekel inkább, hogy látod most a klub, illetve a csapat hát jövőjét, közvetlen jövőjét mondjuk ebben a szezonban, mert azért az látszik, hogy nagyon komoly változások voltak, és nem abba az irányba mutattak, amiben itt talán az utóbbi évtizedben inkább szoktunk, hogy mindig kicsit fölfelé, kicsit előrébb, kicsit erősíteni. Ez most néhány éve azért már megtorpant, most meg mintha pont a visszájára fordulna annyiban, hogy a sokáig hiányolt magyar fiatalok most nagyon sokan vannak, de hát azért az kérdés, hogy mondjuk, túl sokan most megírta. Hát igen, az kérdés, hogy mondjuk az ő rutinjuk, vagy az a hiányzó rutin, az mennyire lesz döntő akkor, amikor akár a magyar bajnokságban kell majd fontos meccseket játszani. Hát én azzal kezdeném, hogy egy kicsit félek még az augusztus 31-ig tartó időszaktól. Tehát itt nem optimista vagyok, hogy mi fogunk még igazolni, hanem egy kicsit félelem van bennem, meg bizonyos pletykákat az ember hal. Nem szoktam vele foglalkozni, tényeket szeretem, de benne van, hogy most kiestünk a nemzetközi porondról, vajon nem adunk el még el egy-két értéket játékosunkat, tehát egy picit ettől mindenképp félek. Tehát most nem optimista vagyok az átigazás a hátralévő részében. A másik az, hogy két meghatározó játékosunkról, hát szinte a Fiolát mondhatjuk, hogy már nincsen ugye őt se, de még betorral nem jelenteném ki, illetve a Kalmának a visszaérkezése ebbe a fiatal csapatban nagyon fontos lenne, ugye az előrejelzések alapján most azt mondják, hogy október, november, valahogy így jönne a Kalmár vissza. Én azt gondolom, egy igazi karmester tudna lenni, egy igazi példakép, igazi vezér ennek a fiatal csapatnak. És én, amit a pályán látok ezektől a fiataloktól, némi túlzásra mondhatnám, hogy kölköktől, mert hiszen némelyik még éppen, hogy a serdülőkortól elhagyta, hogy a 16 éves, 8 éves gyerekeink is játszottak. Én nekem tetszik a hozzáállásuk, a mozgásuk, a technikai tudásuk. Egyértelműen a meccs rutin és a kor hiányzik, és persze hát nem kiemelkedő játékosokról beszélünk, de így magyar szinten
ez, ha minden együtt összeáll, akkor én optimista vagyok abba a tekintetben, hogy tavaly mindenki temette a csapatot, hogy na, kies, csak a kiesés kerüljük el. Aztán evés közben jött meg az étvágy, följöttünk, most mindenki megint többet várt a csapattól, ugye a Ciprus ellen, de egyértelmű, hogy a papírforma itt azért nem mellettünk szólt szerintem, és az bejött, ahhoz képest helytáltunk, messze helytáltunk. És a bajnokságban, hogyha ez a fiatal csapat össze tudna kovácsolódni, induljunk ki abból, hogy a középmezőny vége, és akkor nem fogunk csalódni, ettől minden felfele csak pozitív. Tehát én ezt várom ettől a szezontól, vagy az ősztől mindenképpen, legalábbis azt mondom, hogy összecsiszolódnak, és nekem tetszenek ezek a kölkök, ahogy játszanak. Hát a nagy kérdés persze, hogy egy-egy tehetséges fiatal a mély vízbe dobva az mindenhol kívánalom, és örülnénk is, ha mindig lenne, de hogy ilyen számban egyszerre játszva az mekkora hátrányt jelent mondjuk a rutinosabb, akár csak fizikálisan erősebb ellenfelekkel szemben. Na majd ezeket a kérdéseket kitárgyaljuk akkor a kezdőkörbe, hiszen nem sokára majd az a műsor is visszatér ide a Fehérvár TV képernyőjére, és talán azok a kérdések is, hogy mi történt itt a háttérben, mert azért ez a nyár ez eléggé döbbenetes eseményeket hozott szerintem. Most köszönöm szépen, hogy itt voltál, beszélgettünk egy kicsit a baráti körről, és akkor minden korosztályotoknak sok sikert kívánunk a szezonra. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a meghívást. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, a sport tehát folyamatosan jelen itt a médiacentrumban a nyári ünnepi programok alatt is. Kísérjenek minket figyelemmel a továbbiakban is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.